Na jó, sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy újabb komment reagáló videóval, és nem csak komment reagáló videó, hanem szó fog esni egy csomó dologról, többek között ugye az új sorskártyákról, ezt majd beleírom a címbe. Egyébként 39 fok van odakint, hát mit kellene csinálni most, mint egy jó videót csinálni? Megborotválkoztam a kedveteket, mert úgy néztem, hogy az ősember, egyébként nem, feketék, nem, csúnyák a fogai, csak itt tükröződik valami, aztán elég. Tükröződnek a fogai a képernek! Na jó, nem ügyeskedjél. Jó, nézzük először azokat a sorskártyákat, amik mindenképpen bele fognak kerülni. Kicsit módosítok a sorskártya rendszeren. A régiek benne fognak lenni, viszont lesznek olyanok, amik ilyen választható események, mert igazából olyan események is történhetnek, amire ráhatással vagyunk, tehát dönthetünk róla. És ugye meg fogjátok látni, egyébként tök jókat hoztam nektek. Például van egy olyan, amelyik tartozik neked egy fickó 50 ezer euróval. Ott a kocsmában, ha odaérsz 50 másodperc alatt, akkor behajthatod a pénzt. Ez a lényeg, hogy nem teleportálhatunk, nem tabolhatunk, hanem az, hogyha visszatabolunk ugye a játékba, tehát elindul a játék a sarskártyahúzás után, onnantól el fogok indítani egy visszaszámlálást, és 50 másodpercünk van. Ugye nagyba függ attól, hogy hol vagyunk, és milyen géppel vagyunk éppen, milyen gép közelébe, és hol vagyunk a mapon, hogy el fogunk oda érni 50 másodpercet, amikor, hogyha teljesen ilyen értelmetlen lenne ugye megpróbálni, akkor nem is muszáj megpróbálnunk. De hogyha például ott van a Simpson mellettünk, akkor többhetünk, mint az állat. Egyébként még nincs Simpsonunk, de valószínűleg, hogy lehet, hogy kellene egy ilyet bekészíteni, egy ilyen jó gyors gépet, egy jó kis Simót, vagy valamit a telepre, hogy fölpattanunk rá, és akkor be tudjuk hajtani. Az a lényeg, hogy oda kell érni a kocsmába 50 másodperc alatt. Szóval, van egy olyan is, amit kitaláltam, hogy uzsorás keres fel téged. 100 ezer eurót vehetsz fel tőle, de pontosan egy hét múlva 150 ezeret kell visszaadni. Ha belegondoltok, ez egy nagyon-nagyon érdekes, úgyis ez is egy ilyen döntéses sorskárt, tehát eldönthetjük, hogy felvesszük-e a pénzt, viszont belegondoltok, nagyon-nagyon érdekes, mert 150 ezeret kell visszafizetni, az soknak tűnik, de így a hogyha viszont felveszünk 100 ezeret, abból meg egy csomó mindent tudnánk venni, amiből valószínűleg, hogy azt a plusz 50 ezeret ki tudjuk termelni. Tehát esélyes, hogy vissza fogjuk tudni adni a 150 ezeret. Értitek, hogy ez megint egy ilyen, nekünk kell eldönteni, hogy ezt vállaljuk-e, vagy nem. Na, van egy olyan is, ezt egyébként Ferike találta ki. A mai rész erejéig egy gépet ajánl fel neked az Axial ígyen. De kell róla tesztet csinálnod, ha elfogadod. Tehát abban a részben én kapok bármilyen gépet, viszont csak abban használhatom, vissza kell adnom, ingyen bérmentbe kapom, de akkor kell egy ilyen teszt, gyakorlatilag olyan, mintha egy kis RP lenne a játékban, tehát mintha ki lenne a kamera, és mintha itt, ha sziasztok, akkor most itt vagyunk ebbe a csodálatos John Deere-ben, nagyon szép a színe, értitek, így kell felépülnie, egy részének a videónak, tehát nem az egésznek, de kell róla egy ilyen tesztet csinálnunk. Hogy működik, milyen jó, meg milyen nem, értitek. És ezt is elfogadhatom-e, vagy nem. De térjünk rá át a komment szekcióra, mert az is. Egyébként ezeket a sztorikártya kettőbe rakom, majd be fogom valamelyik rész elején rakni, és akkor még több lesz. Meg igazából nagyon sokat írtak, úgyhogy innen is fogunk válogatni hogy a jobbakat. De nézzük a kommenteket, ugye 3 óra 47 délután van, ma már fel fog kerülni az a videó, azért is csinálom ezeket a kommentolvasós videókat, mert nagyon sok kommentet írtak, és nem nagyon tudok válaszolni rá, és így gondolom, akkor mindenki meglátja, meg így jobban ki tudom fejteni a véleményem. Na, Prohanter Illés György írta 12 másodperccel ezelőtt, Szevasz Keeper, szeretem a videóidet, de hát ez az 1 milliárd kihívás, elég vicces. Nem gondoltad át ezt rendesen, de azért sok sikert hozzá. Mellesleg, ha bizonyos sorskártyákból többet raksz be, tudod az esélyed növelni, illetve csökkenteni. Igen, egyébként lehetne többször is, ugye, hogy nyersz, meg akármicsoda. Valószínű, egyre több jobban bővülni fognak ezek a sorskártyák, esetleg nagyobb összegek fognak rákerülni, ahogy már mondjuk később már 20 ezer euró például, vagy pedig ez az uzsorás, amikor már több milliónk lesz, akkor már nem biztos, hogy annyira értelmes lesz ez a sorskártya, akkor módosítunk rajta, nagyobb összeg, 1 milliót vehetsz fel, másfél milliót kell visszafizetni. Érted? De az arányokat hogy meg fogjuk tartani. Ja, igen. Kár volt ennyire az alapoktól kezdeni nagyon sokára,
sokára éred el a célod. Az alapoktól kezdés nekem azért lett mindenki feelinges, mert igazából szeretek az elején tökölni kicsi területtel, és utána úgyis el fogjuk érni, amikor már nagy területeink lesznek, meg minden szuper jó nagy gépeink, akkor legyen benne ilyen, és akkor utána meg elérünk egy olyan szintre, amikor már olyan lesz, érted, amikor meg már nagyon sok pénzünk lesz. Egyébként én bízom benne, egyébként nagyon sok stratégia itt a fejemben van, hogy hogy fogom ezt megvalósítani, azt az 1 milliárd eurót. Én úgy érzem, és komolyan mondom, hogy ez megvalósítható. Nagyon, tényleg nagyon sok trükkel, mármint nem úgy, hogy most én csalok, hanem úgy trükkel, hogy nagyon sok rétegű ez a játék, abból a szempontból, hogy hogy tudjuk megtermelni ezt a pénzt, és szerintem meg lesz. Na, Ildikó Müller írta, Keeper tett be a sérülés modot, mint a régi kihívásban. Az izé volt, az FS15 volt, de egyébként nem tudom, hogy berakjam el, nem hiszem, hogy berakom, mert amúgy is eléggé szívás az egész, sőt, az izé is ki lesz véve, ugye a szántás, időszakos szántás és a letaposás módot mindenképp ki fogom venni. A letaposás módot azt azért fogom kivenni, mert ugye gépi munkással dolgoztatunk majd, és a föld, egymás fölöd van kettő föld, akkor ugye amikor jön az egyik kör, és ráfordul, hogy csinálja tovább a munkát, akkor átmegy a másikra, és az is a miénk, akkor le fogja taposni. És mindig ott az a vinkódni érted, hogy minden sor végére a munkást helyezgetni, főleg amikor már 20 földünk lesz, és csomón dolgozunk, meg minden, akkor már eléggé kellemetlen lesz. Szóval ez a letaposás ez biztos, hogy ki fog ugrani. Zoli írja, jók ezek a részek, de még jobban tetszene, ha 10Z4K, ja, jobban tetszene a DZ4K. Nekem nagyon bejön az a traktor. Nagyon várom még a The Forest következő részét. Egyébként a DZ4K-t én is akarom használni, meg a kis Rábát, a Rába 15-öt, az is lesz bele modként. Meg itt a modokról mindjárt lesz szó, hogy mikor lesz feltöltve. Ekkora földre van kitalálva a DZ4K, egyébként igazon van. Kukorica Kft. Így tovább írja, Zoli itt is írta, a vége fel egész jól belejöttél, a Scrap Mechanicra írta egyébként, Farmingbe esetleg, igen, írta a TZ4-ket. Igen, azt a Scrap Mechanicot elkezdtem, Bandika hozta meg hozzá kedvem. Meg itt nem küldött értesítés. Ja, nem küld értesítést alapban egyébként szerintem a YouTube, csak be kell azt a harangot is ugye a feliratkozás mellett kattintani. Robert Kovacsovics írja, szia Keeper, rakja bele 82 leharcot, temtezi és olvasd be a nevem. Hát be vett olvasva. Debora Lanzkorné német írja, hello, már régóta nézlek, csak itt tovább, remélem teljesíted a kívást és marad a csatorna. Köszönöm! Nyomunk egy lájkot rá, egy szívet nyomunk rá, nem? Ildikó Müller, mi a mód, amitől így csúszik a kerék? Na, a modokat most akkor elmondom, és akkor ezután a modokkal kapcsolatos kéréseket nem fogom beolvasni. A modokat hétvégén fel fogom tölteni az egész modpakot megára vagy valahova, ahonnan le fogjátok tudni szedni. Amiket használok most a játékban, valószínűleg fognak bekerülni még, és ezért különböző verziószámok lesznek. A dátum oda lesz írva, hogy mikori mod, érted? És akkor tudjátok használni. Egyébként azért húzom ezt az egészet többek között, mert még kerülnek be modok, meg az a problémám, hogy az nekem a modmappán kb. Háromszor akkora, mint használok ebbe a játékba. És ugye vissza kell válogatnom őket majd, ami nem lesz kicsi feladat. Na, Zsala bírja, lehet padot építeni, megpihensz gyorsabban, staminát, ja, The Forest-hoz írja. Ez király volt, meghaltam a rövéstől, jó, hát egy kicsit félek a The Forest-be, Zsalab. Barni, szia, Keeper, lesz ebből sorod a Scrap Money-ból? Igen, alig várom, mondják, ma veszem fel, vége ennek a videónak már veszem fel ezt a részt. Imádom a Scrap Mechanicot egyébként, nagyon, nagyon nosztalgikus hangulatba kerültem, meg egy csomó minden van benne újdonság. Kex írja, szia, Keeper, lesznek garázs videók? Kex. 7 éve föl van iratkozva, Mó! Te Jézus Isten, garázs videók, hát lesz, hogyha valami lesz szerelni való egyébként. Most nincs szerelni való. Mert egyébként szerelni szeretek, úgyhogy föl fogom menni, de viszont mindenképpen ilyen térkövezés, meg ilyen videók lesznek, minden szar lesz. Vegyél még egy pótot, Gergő Puskás írta, és fogunk is venni akkor ebben a következő részben. Föl van véve a következő rész, nem akarom elszpoilerezni, lesz véve a pót. András Balázs, tudtam, hogy emiatt a komment miatt jött a videó. Ja, igen. Ricsi vagyok. Szia, Keeper. Fontos info. A frontloadernek, ami az MTZ van, annak PS008 a neve. És van egy olyan homlokrakodó, aminek PS08. Stone Gomet a neve. Azt írja, hogy a PS08 frontloaderre csatlakozik. Szóval mindenféleképpen
meg kell venni, mert elvileg az MTC-re ez a legreálisabb. Tehát akkor az a PS08-ra még rá kell csatlakoztatni, de az nem az az átalakító, amelyik ilyen... Nem tudom. Nem tudom. Stomoget. Jó van, Ricsi, meg fogjuk nézni, de már fölvővel a következő rész, úgyhogy szenvedés lesz, mert még mindig úgy fogjuk nyomni. Szia, Keeper, a maradék krumplit fel lehetett volna szedni vödörrel, feldobni a plotra, és nem kell volna letenni a kupiget. Egyébként igen. Ezt elolvasta ezt a kommentet, és így, mi a tényleg. Tom írja, Keeper, unturned lesz még? Hát egyelőre, nem tudom, lehet, hogy lesz egyébként, és nagyon, nagyon rá vagyok függve mindenre, meg itt tök ilyen játszhatnék. Most ilyen nem tudom, mi van velem. Itt nagyon, nagyon élem az egészet, és ezeket a játékokat mind nagyon élem. Nem tudom, Unturnedet nem merek már belekezdeni, most Scrap Mechanicozni is fogunk. És akkor úgy tervezem egyébként, na elmondom a szituációt, hogy já, ugye mert rengeteg sorozat megy. Az lesz, hogy valószínűleg minden nap Farming Simulator, 1 milliárd eurós kihívás, az tolni kell, mert különben nem fogom végezni. Ezen kívül az ilyen Scrap Mechanic, a Forest, meg a többi, amiben így belekezdünk, az ilyen, meg a Seven Days to Die, az ilyen hetente egyszer minimum. Az a minimum, oké? Okay? Na, Árika, legyen még Scrap Mechanicos rész lesz. MGT, ez Viktor, szia Keeper, milyen érzés minden nap részt készíteni ebből a sorozatból soha? Ne vagy dabba, te vagy a legjobb. Köszönöm szépen. Imádom. Az a baj egyébként, megmondom őszintén, hogy nem bírom ki, hogy ne csináljam a részeket. És azért valamilyen szinten meg akarom várni a kommenteket, hogy írtok rá, hogy menjen tovább, meg minden ilyesmi. És én meg itt ülök, hogy jaj, legyen már, menjen ki a részt, tudjam felvenni a következőt, meg minden. Verd meg a fiatal grit, kérlek, Keeper. Van benne olyan? Vagy melyikre gondolsz, a modolatlant? Azt a fiatot? András Balázs írja. Minden beköszönésnél max hangom van a szott hangszóról minden reggel he. 12-5 meg az index, ja, indexet a kocsi, hogy előszesz nyugodtan. Ja, ja, ja. Nem tudom, melyikre gondolsz akkor, amikor mondtam, hogy mit indexel. Efest így az igazi Tony, amikor szarból épít az várat kb. Egyébként ez pontosan jól megfogalmazza. Nem egyből fullos szeted, és 6000 hektár földdel kezded. Stb. Ez olyan, mint hogy a szintben, amikor rongyosra csitelted a pénzt, onnantól jön az értelmét vesztett uralom. Kupfogas kerekes a hajtás elől, nem? Mit mondtam én rá? Hogy ilyen koszorú, igen, tudom mi az, nem is, amit én mondtam akkor ott a részben, az nálunk meg így nevezik, azt a, nem is tudom mi, koszorú, fogas koszorú. Ja nem, a fogas koszorú az más. Igen, az a kúpfogaskerék. Igen, egyébként a kúpfogaskerék, egy, a fater az izén dolgozott, ugye TS-be, és ilyen, nekünk a karácsonyfa talpunk, az nem volt más, mint egy ilyen böszvel, hogy kúpfogaskerék, de olyan nehéz volt a csém, hogy szerintem volt 10 kiló, és akkor a tetején volt a izé, tetején volt a fogaskerék rész, ilyen kupalakban, így, és még ráadásul volt egy ilyen nagy vas. És abba volt bele, na, ott az nem dől fel, érted, a macska ugrott neki, vagy az elefánt, akkor se. Na. Ja, a krumplit, ordítottam, hogy a krumplit nem, nem adtad el az elejéből. Egyébként úgy utálom, hogy így utána jön eszembe, hogy itt nézik, baze, X-en, és én meg nem adtam el a krumplit, és biztos, hogy szídnak, mint a bokrot. Az a legrosszabb. Mert egyedül játszasz, akkor így lenyered, hogy jó van, hülye voltál. Nem adtad, de jó van, mindegy. A tudat, hogy nézitek azt a hülyéztek, mint az állat, hogy ott a krumplit elejében, balfasz. Na. Ikaruszt is vehetnél tagja mögé tyúkoldak. Ja, ez az nagyon autentikus lehet. Az a lelakadt útéből, az a tipikus erdő, húzingálunk traktor, meg a föld oldalába. Előszedjük, mikor rájázzunk homlokrakodógép, de tényleg nem, amikor itt benn van a izébe a susnyásba. Mindenhol van egy susnyásba, menne egy gép, és akkor tényleg azt így valamikor így előszedik használni, de ez mindig indul, így, jó, az el van, érted. Órán, nem is látni a motort, olyan olajos, föl van nőve a gaz, belenőtt még a felnibe is jönnek ki így a érzék, de azért indul, megy. Beszélgeted a traktor, de bukod a pótod. Viheted a krumplit furikba eladni, jó? Egyébként vannak olyan ötleteim, hú, de nagyon nagy ötleteim vannak. Alig nem tudok olyan gyorsan pörögni, meg csinálni a részeket, mint amely ötletem van. Ott az a gazdasági épület oldalában még egy csík szántás húzhattál volna, amíg az eke megvolt. Egy kanál kompér lejött volna róla.
akkor a kupasz gagyérom, miért az Etora, amit vettél? Figyelj, én is gondoltam, hogy ott a, tudom, ott a végébe. Ott is lehetett volna, de nem bonyolítom, már is megőrülünk. Biga papa írja, tök moráshoz ott a Lumberjack mód, a fűrészre kell hozzá. Az nagyon-nagyon emlegeti mindenki egyébként azt a Lumberjack módot, mert ugye például lehet fűrészsel tuskózni, meg azt hiszem a súlyát is mutatja a tárgyaknak, meg nagyobb fákat föl tud venni. Most leszpoilerezem, hogy izét fogunk vágni egyébként fát sokat, de utána annyira lehet, hogy annyira nem akarom kínozni magam a favágással. Na, Balázs Orsó, szia Keeper, szerintem beoszthatnád azt, hogy 5 vagy 10 részenként X összeget kapnál jutalmon. Gondolok itt arra, hogy például minden tizedik részben 20 ezer, 50 ezer közötti számot kisorsolsz, és azt kapod meg. Legalább időközönként kicsit nagyobb előre lendülést adna a sorozatnak. Egyébként ezt belájkoltam én is, meg alattam még ketten. Nem rossz ötlet, vagy lehetne úgy, hogy százalékos arányban, hogy minden tizedik részben megkapod a jövedelmet 1%-át. Ez nem rossz ötlet, és a jövedelem 1%-a ugye, amikor már ilyen 50 milliód van, akkor az már nem olyan rossz. Érted? Vagy 500 milliód van, akkor 1 millió csap hozzá. Vagy nem tudom, x százalékát megkapnád. Ez nem rossz. Írjatok kommentet, hogy szerintetek ez jó ötlete. Vagy ne legyen, nem tudom. Tacskó 50, lesz még kutya sétáltatós, vagy sétálós lány mostanában? Szerintem nagyon jó volt a kedvi. Igen, szettervezek, meg ráadásul ilyen autóba lerakom a kamerát, meg ilyen emegyünk valahova mászkálni, mit tudom én, hamburgerezni, vagy bármit, olyan is lesz. Skyans of Different Videos írja, hogy random sorskártya, elkezdhetnéd penészedni a vetemény, ki kell dobnod a vetemény, hogy ez benne van egyébként, ilyen van benne, csak nem penészedni, hanem valami elszáradt, valami van, és ugyanígy, hogy a felét el kell, vagy nem tudom, x százalékát. Hello, hektárharcos keeper! Azt a levert UTB ablaka nem búgos volt, hanem úgy van megcsinálva, nincs ablaka. És szerintem az legyen a következő, nekünk is UTB-ben kapunk belül. Egyébként az UTB-ben lesz a következő, az biztos vagyok benne, traktorban, mert nagyon sokan kéritek, nagyon autentikus, ugye az MTZ mellett az UTB-ben nagyon sok helyen megfordulós dolog volt, meg még ráadásul nagyon sokan néztek Erdélybe, ott meg még főleg. Úgyhogy ilyenek, meg igazából egy használható, nekem nagyon szerettem az FS15 sorozatomban, egy UTB-vel mentem minden, a legjobb traktor volt. Jó Keeper, jó reggelt Keeper, fogsz majd még játszani FS15-t? Hát mostanában nem, még el ezt a 19-et toljuk. Boton Söveges szintén írta, jó reggelt, ja igen, ugyanúgy írta. Vagyis másik videó, az ugyanazt írta. Dabida, szia Keeper, nagyon jó lett a videó, és mondtad, hogy egy nap több részt is jöhetne, ami jó lenne. A modpakot majd fel tudod rakni? Na, a modpakról esett szó. Több részt nem akarok egyszerre felrakni, mert lehet, hogy többen, mit tudom én, nem tudják megnézni, meg azért egy rész az elég sok szerintem egy naponta, inkább mindig valamit mellé csapok. Szia Keeper, szereted a víslit? Hát szerintem ki nem szereti a víslit, ez mi? Ez ilyen izé? Szexizletés? Nem, az, úgy nem. Csé Marcer, örülök, hogy megnézted megint a Scrap Mechanicot, Keeper már régen volt, és ráadásul az egyik kedvenc végijátszásom volt. Amikor mondtad, hogy hasonlít egy kicsit a Minecraft-ra, eszembe jutott, hogy a másik játék, amit nagyon szerettél, pedig a Rising World. Igen. A Rising World, az nagyon jó volt. Ott csináltunk ilyen izét, pincét, meg minden. Az tök jó volt, az nagyon jól indult az a játék. Esetleg ránéznél valamikor? Nagyon sokat változott, amióta játszottál vele, és szerintem érdemes lenne belőle egy végijátszás. Persze, időd engedi. Na, ránézünk erre a Rising World-re. És itt kitérnék arra, hogy valószínűleg, hogy azt akarom, gondoltam egy ilyenre, hogy azt fogom csinálni, hogy mivel ugye mindig átgondoltam, hogy mi a csatornámban rossz. Bennem. És oda rossz, hogy mindig belekezdek valamibe, és azt abba hagyom. És úgy gondoltam, hogy ezen kellene változtatnom. Mert egyébként tök sokan vagytok is, tök várjátok is, amikor nem videóztam 3 hónapot, akkor is mindig jöttek a kommentek, hogy mikor jön ez, meg mikor jön, és tök jó lenne, meg mi a francia tűnöke. És én azon gondolkoztam, hogy a legrosszabb az, hogy belekezdek dolgokba, és nem folytatom. És ezért arra gondoltam, hogy csinálhatnánk azt, hogy csinálunk minisorozatokat. Az azt jelenti, hogy mondjuk itt a Rising World. Csinálunk belőle, mondjuk kitűzzük, hogy 5 részes minisorozat. És hogyha utána esetleg van rá igény, akkor folytatjuk. De hogyha mondjuk, hát annyira nem jó, meg így nekem se tetszik,
azt is hozzáteszem, mert nem nagyon játszok olyan, ami nem tetszik természetesen. Ha nekem se tetszik, meg nektek se annyira, akkor elengedjük. 5 részes minisorozatot letoljuk, lesz egy minisorozat, 5 részes letoljuk, elengedjük. Ha tetszik, akkor folytatás. És akkor így lehetne ez másokkal is, értitek, más játékok. Így meg lehetne próbálni, és mégis ilyen keretek közé tudnánk szorítani azt, ami eddig ilyen nagyon trehányul csináltam a csatornán. Jó. Tacskó 50, videó előtt ne így el kávét, inkább pálesz. Na akkor meg ilyen nagy. Éb az a gyerekek, nem tudom, hogy remélem, hogy jó a hang. Mert vannak, szokott az lenni, hogy nem jó a hangom. Jó, gyerekek! És egy kicsit aggódik a képen, remélem, hogy jó a hang. Várjátok, megnézzünk valamit. Sound settings-et megnézzük. Veszi a hangot, mert most tényleg azt meg kéne nézni. Recording. Ezt nagyon utáltam. Bocs, jó, hogy jut eszembe, hogy meg kell nézni, hogy veszi a hangot. Szerintem veszi. Jó. Igen, most is ittam kávét. Ne haragudjatok, barát. Na, Csöpi írja a sorskártya ötlet. Egyébként Csöpinek a nevét sose szoktam látni, és 2 éve föl van iratkozva. Miniszterelnök, állami támogatást adott TS-nek számára, de kaptál 100 000-et. Jaj, jók a videók. Figyelj, hogyha a miniszterelnök szóba kerül, szerintem akkor nem állami támogatás lenne, hanem a krízé. Adókat növelünk. Úgyhogy a miniszterelnök meg, hogy kapok pénzt. Ez valahogy egy mondatban ezt nem tudom elképzelni, de egyébként nem rossz ötlet, csak mindig csinyán kell bánni a sok pénzkapással, hogy ne az legyen, hogy átesünk a ló túloldalára, és szinte az összes sorskát arrozva, hogy pénzt kapunk. Érted? Hogy azért legyen valami... Egyébként az ilyen küldetésszerű ötleteket, mint amiket itt felvázoltam, ez a 3. Olyan, hogyha jönnek, ha gondolkoztak rajta, és van ötletetek, akkor nyugodtan jöhet. Úgy, ennek egyébként János Tóth írja, magasítóval csak szillás megy bele, és billentyűzettel is lehet rakodni. Igen, azt tudom, de rakodót emelni. Az a rohadt pótkocsi, hogy nem írják oda, hogy öcsém, magasító, szillás tudsz elrakni, tudod, az a lerobbant pótkocsi. Megy szenvedek én vele. Igen, egyébként írtátok már többen is. Az új részben még szenved a keepervel, de talán később már nem. De biztos elfelejtem. Ördög üzes keeper módra, ja, amikor a taliga megugrott, ugye, Benny úrfi. Zsolt Szabó, 4 órával ezelőtt, hello! Na, Poroszka Márton írta, szia, TS telepet csak megnyerni lehet, vagy meg is lehet venned, ha megkeresed rá a pénzt, az a baj, 250-be kerül a TS telep, 250 euróba, úgyhogy megvenni nem nagy értelme lenne, viszont lehet, hogy csökkenteni fogok a dolgon, hanem úgy, a TS telep az valahogy a megnyerése az úgy lesz, hogyha kiúzom a kártyát, akkor módosítok annyit rajta, hogy mondjuk 1-től 5-ig dobsz, akkor megkapod. Ne az legyen, hogy pont ugyanannyit kell dobni, mert soha az életben fogjuk megnyerni egyébként. Egyébként az új kulti, amit vettél, ha jól láttam, mintha területet hozna létre, ezt nézd meg, mert lehet, hogy elintézi a szántás is egyben. Csak azért, mert a pár benne, hogy a fűcsomót is eltüntette, amit nem szántottál be. Egyébként az nem azért van. Azt megmondom, miért van. Azért, mert az a területen fű van. Az gyakorlatilag olyan, mintha el lenne vedve. Tehát az egy felszántott terület, csak fűvel van bevedve. Tehát gyakorlatilag azt nem kell szántanom. Ugye az egy terület. Az nem olyan, mint egy erdőt veszem fel, és létre kell hoznod a területet, hanem az egész terület, azt az egészet ugye tudnám vetni, kultizni, az már föl van szántva. Csak most fű van benne. Azért ugye föl van nőve, ilyen jó gazdas fű. Az fű van belevedve. Érted? Föl van kultizva, el van. Az gyakorlatilag ilyen. Az egy terület. Nem sima ilyen mint az erdős. Na, szerintem érted, hogy mire gondolok. Amúgy a szántást igényelt a bájtásoknál tudod kikapcsolni. Játék közben is ki lehet, de nem ott, ahol a videó végén kattintod, az csak arra való, hogy lásd, hol kell szántani. Igen, tudom, beállítottam. Igen, utána beállítottam. Köszönöm egyébként a kommentet. Varga Dávid, szia, képes, szerintem mi jöhetne 2 rész egy nap. Nem! Ja, ezt nem értem egyébként, hogy mindig ilyen botok spamolnak, hogy mit tudom, ilyen pornó oldalak meg minden. De ez nem tőlem függne, ne nevesse, Jimmy. Na nézzük.
Ákos Nemes, 4 órán vázolt, a modok hol érhetőek el, azt a begyár, úristen, az előbb esetről volt szó. Míg a papa nagyon sok, itt a bugos mód szerintem át kéne válogatni, akár videóban is lehetne például mód teszt. Abból össze tudná állítani egy normális módpakot. Csak egy javaslat. Azóta sem tudod, mivel Cooper Channel, nem tudom, mi van. Ha egy, esetleg vala ide téved, vagy valaki ismeri, akkor írjon már nekem, hogy mi van vele, mert a csatornán játszunk. Ugye ő is egy zalai, egyszer találkoztam is vele személyesen, videós. Egyébként Biga papára, meg nézzetek rá nyugodtan, egy kisebb farming szimulátor videós, aki jó. Na, egyébként én mindig ilyen underground videósokat szoktam nézni. Nem tudom, sokkal itt olyan, olyan jó kis kellemes. Na, Dávid Adorján, több kávét kell innod videó előtt? He, az még hiányzik. Kipen egy a kávét? Kipen egy a kávét, így áll inkább energiaidat. Az, nem, egy ízében, mind a van ez a kretének, lefőzték a kávét, főzőbe, kotyogósba az energiaitat kétszer, azt itták meg. Azt néztek a pilózust, az nem volt egy kicsit durva. Köszönjük Keeper ezt a hihetetlen aktivitást és minőséget, amit most tapasztalhatunk a csatornádon. Mégis hogy vagy erre képes? Van az a mennyiségű kávé. Csak nehogy az legyen, mint az X-labbal. A PR írja a Scrapmanikhoz. Egyébként az X-lab az ilyen bebagolc, nem? Így már annyira ilyen epikusan építettük, hogy bebagolt, én úgy emlékszem. Kuszkusz írja 4 órával. Ezzel szerinted mennyi idő múlva lesz még az 1 milliárd euró? Én tippelek, szerintem néhány hónap. Tényleg, amik a fejemben vannak, hogy hogy fogom megvalósítani, szerintem néhány hónap. Mark Huas írja, Keeper, ajánlok neked egy forsheet, tudom, nem írják portkocsi módot. Oh, de hát akkor küldd el a linket, Dick. Peter Toth, szerintem megéri azt a 4000-et, hogy piros legyen az MTZ. Igen, igen, egyébként többen felvetették, hogy legyen már piros az MTZ, de 4000-be kerül, 4000-be! Csak az nagyon! Ja, itt van, nézzük. Egyébként ezt bassza, nézz oda már. Eltávolítás. Látod, ilyen izék vannak. Ilyen reklámok. Remélem, kövi résznél már modpack úgy azt... Ezt már modpack úgy azt ígérted. Meg ha valamit meg akarsz berakni, lehet frissíteni később. Még akarsz berakni? Én nem tudok olvasni. Azt hittem, nem jó ír, aztán jelentem. Igen, egyébként pont esetről szó, hogy az lesz, hogy akkor verziószámok lesznek. Zsolt Halász, szia Keeper, mikor lesz folytatva, legyünk pro playerek, nekem nagyon tetszettek azok a részek, meg nyilván az is van ennek a folytatása. Ja, 19-nél volt egy ilyen vanilla, hogy kell, de hát ez már nagyon 2 éve ment az a sorozat, meg most erre szeretnék koncentrálni, nem, farming szimulátort nem akarok bekezdeni még egyszer, bár hazudtam, beszartok oda nézni, hogy milyen farming szimulátor, milyen farming szimulátor. Keeper. A telefonon is. És erről akarok mindenképp egy tesztet. Egyébként tök jó, gyorsan töltődik be. Akarok róla egy tesztet. Egy olyan tesztet, hogy egy ilyen nagyon, mit tudom, például egy 5 részes minisorozatot, hogy ez hogy milyen, hogy épül fel meg minden. Egyébként az a baj, hogy most ez nem nagyon akarja ezt normálisan fölvenni, ugye? Mert mélyre is akarná, nem, így nem jó. Na mindegy, akarok róla egy tesztet, úgyhogy lesz Farming Simulator sorozat, másik, mobilos. Mindenképp ki akarom próbálni, le akarom tesztelni, hogy megéri-e megvenni. Az a lényeg, hogy tudjam ajánlani nektek. Oké. Okay. Attila Szabó, szia Keeper, várható FS19 multinézőkkel, az összes FS19 modokat meg tudnád adni, igen, az meg lesz, ugye az utóbbi kérdésre, hogy a modokról arra van szó, és most jön be egy sorskártya. Vendégmunkás az egyben van, ugye? Vendégmunkás érkezik a faluba. Adj neki munkát a következő részig. Következő részben. Rétesben, mi? Részben. Ez is bekerül ez a sorskártya, és a vendégmunkás az nem lesz más, mint multiplayer. Ez arról fog szólni, hogy... És ennek valószínűleg 2 sorskártya lesz. Az egyik az lesz, hogy...
A szomszéd for vendégmunkás érkezik, adj neki munkát, az lesz, hogy nyitva lesz a szerve, és jönhetnek be emberek, és adok nekik munkát. De lesz olyan is, egy másik, hogy a szomszéd gazdaságból érkezik egy darab vezető, mutasd meg neki a gazdaságot, adj neki munkát, ilyesmi. És az lesz, hogy videós, egy másik videós, és már esett szó, megkerestem egy videóst, aki be fog jönni hozzám akkor, és akkor ővel fogunk a következő részt felmenni. Úgyhogy ebből kettő darab rész lesz, vagy kettő darab sorskártya lesz. Lesz egy olyan, hogy nézőkkel. A szomszédgazdaságból. Azért ugye a szomszédgazdaságból, mert ugye egy másik YouTube csatorna. Az a baj. Szomszéd gazdaságból egy TS elnök, nem? Az jó lenne. A TS elnök érkezik a faluba. Adj neki munkát a következő részbe. Hát, ne adj neki munkát, hanem mutasd meg neki, a gondosságod a következő részben, és akkor ez YouTube videós lesz, és akkor a következő részben velem fog játszani multiplayer. A előtte lévő az meg az, hogy meg kell nyitnom a szervert a következő részben. És mindig, ugye, amikor sorsolok, az alatt lesznek ugye a linkek, meg minden. Vágjátok. Jó. Oké, akkor István Sere, szia Keeper, meg fogod venni az MTZ-t a tolólap? Nem tudom, ez basszus, ezt nem tudom. Milan Gaming, szia Keeper, egy olyan kérdésem lenne, mi motivál e kihívás teljesítésében? Nagyon jó videó lett, élvezem nézni, amit csinálsz, így tovább. Azt mondta, csörli a csatornáját, úgyhogy nagy a tét, írja Speedemoon. Haverom, Ferike egyébként, amikor ezt kiraktam, azt a videót, dönnöm a csatornámat, küldött egy tutoriát. Hogy törüljünk YouTube csatornát? Azt kezdi, nézd meg, szükséged lesz rá, érted, hogy valami ilyesmit, hogy gyakoroljál. Egyébként nem csak az, hanem, nem tudom, szeretem most, jó. Jó, és főleg az is jó, hogy bármennyire is írta valaki, hogy nem jó, hogy nagyon gagyi dolgokkal kezdtünk, de nekem ez nagyon fekszik. Na, Soma Dobos, szia! Esetleg nem földet vennél, hanem egy olyan területet, ahol erdő van, akkor sokkal hamarabb pénzhez tudnál jutni. Lebuktam! Spoiler alert! Az lesz! De egyébként soha többet nem fogok elnézkedni ebben a játék. Akkora egy szívás, főleg kicsi gépekkel. Jó, hogyha már van izét, pont Scorpio, meg ilyen cuccos, akkor jó, de hát amúgy nem. Csaba Barka, mikor lesz Zolival videó? Zolikával? Szomszéd Zolival? Hát nem tudom, hogy lesz egyébként. Mikor lesz FS15 új lak? Nem hiszem, hogy lesz Csaba Barka. De egyébként vannak olyan kommentelők, persze érdeklődni jön mindenki, hogy mikor lesz, aki mindig megkérdezi, hogy mikor lesz valami, ami nincs. De egyébként azt megfigyeltem, hogy ez lehet, hogy nem tudom miért van. De hát persze érdeklő, biztos inkább az új lak. De egyébként ez tök ugyanaz. Ez az FS19 szerintem ez tök ugyanaz, mint az FS15 újlag, csak ugye, érted, más, kicsit, annyi, hogy majdnem ugyanaz a térkép is. Szia Keeper, én küldtem Instán az MTZ5X-et. Jó. Köszi. Egyébként lehet, hogy ugyanazt a módot többen is külditek, azt nem tudom, lehet, hogy hárma külditek ugyanazt a módot, mert mindenkinek azt tetszik. Mihály Mit Lasovski, hali jó a vidi, mint mindig, de szerencsétlen Zetor lehetne alapkinézetű rossz ránézni, hogy így, hogy ki van mindene. A Zetor lassan, de kis pénzből át lehetne alakítani, erdészetivé, nekem sok hasznot hozott az MTZ, jó. Csak a példa. Sok sikert, Keeper papa, mi szurkolunk. Ja, visszaállítom azt az etort egyébként, csak most egy ilyen rusztikus lesz. Majd, vegyük úgy, hogy majd lesz az jobb is. De egyébként ő a feláldozható. Ugye őt viszi a bank, hogyha nagy baj lesz. Első komment. Egyébként az igaz is volt, mert néztem is. Na. Anu, a show lakó FS 15. Ben Bobby Rater a map legnagyobb földjén
Délen volt a, nem tudom mi az a Bemba Biater. Nem vágom! Gergő Barta, jó, egy vlogger. Szia Keeper, ennek a 82-es M2-nek az első kerék meghajtása a szökhajtásos. Köszi szépen. Egyébként arra gondoltam, csak hülye voltam. Beleállt a csávó fejébe, azt nem tudom mi. Hali Keeper, nagyon jó részlet, így tovább, köszönöm. A két első lámpa akadályozza a homloknak az MTZ-n. Ezt tudi? Ezt nem tudom egyébként, azt meg kell néznem. De biztos, hogy felejted. Ha a gépet eszközt megjavítod, de eladás előtt több pénzt kapsz érte. De a javítási költség az nem ugyanannyi, hogy nem gáz az. Lehetne olyan kártya... Lehetne olyan a kártyákban, hogy kapsz még egy traktor, vagy egy jobb pótkocsit. Ja, hát... Lehetne. Egyébként van ilyen bennem. Egyébként gondoltam rá, egy achievementet berakhatnának a ézeik, a készítők, komolyan mondom, hogyha meg lesz az 1 milliárd euró tisztán, meg mindenféle trükközés nélkül, és én arra gondoltam, hogy az achievement neve lenne az, hogy elérted, te vagy Mészáros Lőrinc. Mészáros Lőrinc achievement. Na, domán csicsák, a modok linkjét nem rakott be a leírásba? De erről volt szó, Viola Bence. Jó, Bence, mindig elfelejtem, hogy hány éve vannak feliratkozva. Szevasz, papi! Szerintem nyugodtan kikapcsolatod a szántást, úgyis fogsz eleget szemelni. Az utóbbi két részben azért szépen gyarapodott a gazdaság. Műtrágya, ez permetezés is elég egyszer, nem háromszer szerintem. Ja, az is egyébként. Ilyeneket lehet, hogy egy kicsit moderálunk, hogy normálisan játszható legyen a játék. Keeper a multiplayer, mikor indulsz elven? Arról volt szó. Keeper, sokat beszélsz. Jó, a videó. Köszönöm a munkásságod. Jonathan Kis. Napi két rész jöhetne, nem. Az UTB-t vedd meg, mert a széles gumi reális rajta. Nálunk is olyan széles van, mert erdőbe használjuk. Az a széles. Hát de az olyan széles, mint a traktor. Ezt nem hiszem el. Az én UTB mindig nem került be. Be fog kerülni? Nyugalom. Szerintem legalább addig csináld, amíg nem csinálod, ja, a 7 Days to Die tírötös küldetéseket. Hát valószínűleg akkor rá fogunk egyébként 7 Days to Die-ba a tírötös küldetésekig elmenni, meg lehet, hogy egy kicsit ilyen rabbobordba váltok, hogy jó pörgős legyen, azt úgyis akartam volna. Egyébként van egy bázis ötletem még, azt még szeretném megvalósítani, úgyhogy mármint nem is bázis ötlet, hanem egy ilyen zombi váró, amit én találtam ki. Lehet, hogy más is kitalált egy hasonlót, de nem a szokásos ilyen ilyen rácsos valami, hanem egy ilyen nagyon érdekeset találtam ki. Gergő rá, szia Keeper, nekem holnap lesz a szülinapom. A csávó az két nappal ezelőtt is írta, hogy holnap lesz a szülinapja, vagy más ő. Boldog születésnapot kívánok akkor. Szia Keeper, az alsó új lapmapot honnan szedted le? Alsó új lap? Ez nem alsó új lap, az alsó szeg. De beütöd, hogy alsó szeg, Agri Farm, és akkor megvan. Kaszád vegyél, szerintem el tudod adni a fűvet, legyen az a cél. Egyébként nincs sok fű, azért nem tudom. Szia Keeper, az MTZ lévő homlok, akkor adapter cserét PKU 08-asra a PS 08 helyett. Ami most rajt van, a PKU 08 való homlok rakodó. Ez most komoly? De és nézd meg, itt is van egy ilyen izei. Ezek nem kattintsatok, mert ilyen izeik vannak itt, ilyen csúnya hirdetések. Vegyél az ETS 16245-öst. Hát, szerintem most nem zetort fogunk. Nagyon jó lett, Keeper, FS15 nem lesz. Nem azt mondtad, hogy lefested az MTZ-re, pirosra? Kristóf írja. Kristóf, sok a pénz, sokba kerül. Le fogjuk festeni, de sokba kerül. Köszi az új részt, jó gazdaságot építesz fel, hello! Mi a mód neve, hogy ássa el magát a traktor? Ki lesz ragva? Hétvégén mindenképp ki lesz ragva a modpak, abban benne lesz minden. Szépen azt mondja, melyik map? Alsó újlag. Nem alsó újlag, Bence Horváth. Alsó szeg. Alsó szeg. Alsó szeg Agrifor. Ez a vetőgép tud műtrágyázni is, szerintem. Ő jól mondja, Dávid. És mint írja, vagy írta, hogy, hogy műtrágyázni. Egyébként tud. Milyen gameplay? Szia Keeper, 1 milliárdot nem tudsz, csak max 9-a, igen.
Tök jó lenne, ha lennének építkezős videók. Igen, lesznek építkezős videók. Azt írja, 1 milliárdot nem lehet, igen, hát azt vegyük, hogy 1 milliárdnak, oké, 1 euró már nem, azt nem szoroz. Meg az építkezős videók lesznek, mivel ugye ki akarunk alakítani egy TS telepet, mert ugye nem tudjuk megmenni. Egyébként mást is fogunk építeni, mert kitaláltam valamit. Szia képen, mivel veszed fel a videókat, ha szabad kérdezem, OB, nem OBS, hanem Shadow Player, ami a járilag benne van, vagy hozzá van az Nvidia kártyákhoz és a driver pakba, vagy ebbe a mit tudom én, Nvidia Experience-be benne van. László Gergő, csúfos vége lesz ennek, elszórtad azonnal a pénzt, fájdalmas lesz, ha egy géped vagy egy eszköz most elvesz, hítesz, és nincs szinte semmi pénzed, gyűjtsd a pénzt, amúgy ez lehet, hogy jó lenne a pénzt gyűjteni, és igazából feláldozható azért lett az új részben, ugye, lett egy Zetorunk. Sziasztok, valaki segíteni, hogy lehet MTZ-m az FS22-ben? Nem tudom. Ezt most nem tudok rá válaszolni. Ja, András Balázs, TPS-ben az a járás kegyetlen a karakternek. Egyébként ugye az nem csak nem TPS-ben is kegyetlen, de ugye multiban játszasz, akkor is ugyanezek ez az animáció megy, csak gyakorlatilag akkor kívülről látod a másikat, és ugyanígy van, hogy dőlnek meg ilyen hülyeségek. Találjunk ki sorskártyát hát együtt, hogy egy videóban Hajkot ott hagytad a földön, te a tönk mellett az elején. A hajk az akkor nálatok a hóka. Volt, vagy 2 euró, igen, azon megsülne egy palacsinta. Egyébként van egy ismerősöm, az mindig azt mondta, hogy amikor szedtük az erdőre a fát, és akkor az ilyen szart is félredobtam, tudod, ilyen átfát, azon még egy palacsinta megsül, egy ekkora fadrabra is szokta mondani. Az új engine-t használ, az új Elder Scrolls-t, a Skyrim, Fallout 4, stb. A Criterion Engine 1-et, az új Elder Scrolls meg a Criterion Engine 2-t fogja. Ja, konkrétan pár napja tettem egymás már egy Max Grafor 15, 17, 19 és 22, de konkrétan azt mondom, hangja faszni a változás, ha hangja megsértődik. Hogy már pedig nekem gigafaszom van ehhez képest. Némelyik fát olyan gáncsosra vágod, a Szentlélek sem hasítaná el. Egyébként nincsen, főleg a 19 meg a 22 között én nem látok grafikai különbséget olyan szintűt, hogy az bármennyire is észrevett, hogyha játszasz vele hozamosan ideig. Most én játszok 19-el, tök jó el vagyok, most játszanék vele 22-vel egy csomó ideig, és azt mondanák, hogy melyikkel játszottam, meg melyik, vagy elém tennék, nem tudnám, hogyha a hát ugyanolyan lenne megkülönböztetni, nem? Nem. A 15 még annyi, hogy akkor ott még nem voltak ezek a... Nem volt a modelleken ez a fényes ilyen, nem tudom minek, ilyen shining effect, minek nevezik azt? Ja, jó van. Szerintem a paniszobát megcsinálnád, az már nagyon rég kezdted bele. Igen, a Seven Days to Die, rengeteg dolgunk van ott is egyébként. Először az egyest is összeszántani. Zsolt Sebő érje egyébként a földre utal, de nem biztos, hogy azokat össze lehet szántani, mert lehet, hogy van köztük ilyen út, és akkor nem tud összeszántani. Ugye nem ér össze a két föld, nem egy vonal választja el, hanem így van közte valami, akkor ott nem tudod szántani. Ha megveszed ezt, megveszed ezt, és itt nem tudod szántani. De hogyha így összeér, és csak egy vonal választja, akkor össze tudod. Igen. Mi a neve, amit tolod? Az előbb volt róla szó, Agrifarm. Alsószeg Agrifarm. Ákos Varga, Szevasz Keeper, egy sorskártya ötlet. Minden járművet ingyen megtankolhatod. Hát, figyelj. Nem rossz, de egy kicsit módosítok rajta, hogy ne kelljen minden járművet elvinnem. Mert akkor az a rész arról fog szólni. Nyertél. 10. Marmon kanna üzemanyagot. És akkor itt már hozzá is teszünk egy olyat, hogy nyertél. 10. Zsák. Ugye a kicsi zsák, kézi. Vetőmagot. Úgyhogy ez a kettő, akkor ez így lesz, jó? Köszi az ötletet. Apuci Pitya rész. Szerintem arra a vágóztóra kell még egy adapter. Az is meg kell venni külön a kalászos, külön a kukorica napraforgóra. Nem kell rá adapter, hanem a hátuljára tudod venni azt a cuccot, ami ugye gyakorlatilag összegyűjti a szénát.
Miért nem veszel kás 6B krumpli betakarítógépet? Az melyik az a 30 ezres? Egyébként én abban gondolkozok, hogy azt lehet, hogy meg fogjuk venni később. Gábortól, szia, Keeper, a részek alatt beszélhetnél régi történetekről. Egyébként akarok ám, csak néha annyira belelovalom magam a játékba, hogy így pörgök. Tényleg, fú, nem is tudom, fú, basszus, hogy mihez hasonlítsam, hogy milyen az, amikor így felpörgök játék közben, az tényleg olyan, mint hogyha mennénk 300-zal egy autóval, az az agyam, és akkor el kellene mesélnem, hogy mit látok, az meg a szám, érted? Sokat több mindent látsz, mint amit el tudsz mondani, és sokat több mindent gondolok, mint amit el tudok mondani, és akkor vannak azok a félbehagyott mondatok, meg amikor már tényleg így, fú, nem tudom kifejezni magam szinte. Egyébként én mindenki azt írja, hogy azért nem tudom leengedni a homlokrakodat, mert a két első kiálló lámpa beleakad. Ezt jókon mondjátok. Halász MGTS, de rég hallottunk. Haladás MGTS, de rég hallottuk. Azt is sajnálom, hogy Sanyizás is elmarad mostanában. Egyébként itt a Sanyi. Gyere ide, Sanyi! Figyelj, fölhívom ide. Sándor, gyere ide! Sanyi! Gyere, hop, hop, hop! Gyere! Hop, hop! Gyere ide! Jó, akkor ide jöttem meg. Szilvósz! Kicsit álmosak a fejünk. Na, itten legyél akkor. Csak az abban nyom egy felvétel megállítást, az öngyilkos leszek. Ne menj már bele mindig abba az árakba. Fogadjuk, amikor viszem a fát. Nem nézem meg most Kunó Horvát, de tudom, hogy mire gondolsz. Amikor ott kimegyünk az aszfaltos útra, tudom, hogy jól mindig belemegyek. Én is mindig utána gondolom, hogy úgy de hülye vagy-e. Zsolt Halász már válaszoltunk. Melyik Mopesz? Dani. Hello Keeper, nagyon jól lett a rész, végre Combine. Yes. Igen, Dani. Szia Keeper, a sorskártya ötlet baleset volt, dobj újra, ha páros számot dobsz, akkor fizetnek 15 ezeret eurót, ha páratlan, akkor neked kell fizetni 25 ezer eurót. Ez nem rossz egyébként. Ez nem rossz. Ez jó. Ezt ki is másolom, hallod? Így. De várjál, Sanyi, most meg nyolja a kezemet, úgyhogy lemegy. Sándor, mész le! És átírom annyira, hogy mind a kettő 15 ezer legyen, jó? Hogy akkor már egyforma esélyekkel menjünk. Na, szia Keeper, én teljesen egyetértek az FS22-es véleményed, de nagyon jó lett a videó, és gratulálok a nyereményhez. Nagyon jó videó, hogy soha nem jobb. Köszönöm szépen! Ja. Köszönöm. Egyébként köszönöm szépen Gyuri Nagynak is a sorskártya ötletet, és Barna Gábor Kulcsárnak is a hozzászólást. Na, Dani, szia Keeper, nagyon jó lett az első rész is, Hoffer Traktor, annak a traktornak a neve, igen, az egyébként. Mi történik? A YouTube-ból tegnap kiraktál egy részt, és ma szólt, hogy tegnap kiraktál egy részt. Hát néha csinálj ilyeneket egyébként. Egyébként szörnyű egyébként a YouTube, mármint ugye a feliratkozásainknak a 99%-áról nem küld egy büdös értesítést, nem küld egy. Nem rakja ki ugye az ajánlottba. Pedig még ha megnézem, mindig rá meg kell keresnem, meg kell néznem, hogy rakott ki új videót, csomószor olyan videótól, aki mitől minden egyes részt megnézek, vagy minden videót megnézek, és akkor mindig úgy rá kell keresnem, hogy nézem az ajánlottba, végigpörgetem, hát csak berakja, tudom, hogy rakott ki új videót, csak berakja, nincs be. Jó, keressek rá, ott van bazza a videó, és nem rakja ki. Mi a map neve? Arról volt szó, és itt a is zsalab egyébként. Nem arra dől, amire dől, azt jól meg azt mondtad. Ja, vannak ilyenek. Mence Cele, szia Keeper, vedd meg a long homlokrakodót, akkor leér a földre, várom a folytatást. Úgy is történt. Danalik Plancak, vissza videó. Vassza videó. Ja. Bálint Kónya, Keeper, látszanak a sorok, menj át még egyszer. Hát ez késő, már ugye. Az a baj, hogy ugye... Én ezt például a következő részt felvettem, és azt ahhoz, hogy ugye fel tudjam tölteni holnap reggelre, azért gyors felvettem, és kezdem el tölteni, és holnap reggel fölnap. Úgyhogy egy ilyen kommenteknek csak egy bizonyos százalékát, amíg haza nem érek, addig tudom elolvasni, és utána, amik jönnek, akkor már például írjátok, hogy mit tudom én valami csináljak, akkor már nem tudom abban a részbe belerakni. Hogyha meg végigvárnám, míg kifut teljesen a videó, és megérkezik rá az összes komment, akkor meg három naponta lenne a videó, érted? Na, fú gyerekek, ez nagyon hosszú izé lesz rész, nem? Vagy a videó. Stalker 2-t várod már? Igen, egyébként nagyon várom, Stalker. Jó, nem tudom, lesz ez vele egyáltalán. Mi van a Bence ezzeti részhez? Papapi, ez most jó, lassan haladsz azért.
Nagyon kellett, igen. Lumberjack módot is egyébként. Írja valaki. Ferike írja. Szia papi, sorskártya ötlet, tiszta udvar, rendes ház, vágd le a füvet, szedd össze a te portád, legyen a legszebb, legrendezettebb. Jó! 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 Ez jó! Ez jó! De várj, ezt fejeljük meg! Ferike! Fejeljük meg! Ha elvállalod, kapsz 20 ezer... Ha elvállalod, kapsz 20 ezer pénzt. Nem kötelező, ez megint egy íze küldetés lesz, jó? Eurót. Figyelj, az a lényeg, hogy nem kötelező megcsinálnunk, de ha nem csináljuk meg, nem kapjuk meg, ha megcsináljuk, megkapjuk. Ez tök jó, ez jó. Bocs, hogy beleszóltam ennyibe, de szerintem ez így még érdekesebb, megint egy ilyen döntéshelyzetbe kerülünk. Csak így tovább, én sajnos nem vagyok jól, mert a csajom keze eltört. Jó vagytok? A csajom keze eltört. Hát sajnálom. Sajnálom. Ez nem jó. Főleg, hogyha használni is akarja valamire. És most nem tudja. Jó, hagyjuk. Hello, hello, a vetőgépbe tudsz műt rágyat tenni. Az első fázisban vetéssel együtt tudsz rágyadni. Értettem. István Lénát, add el a krumpót. Borné László, de remélem, hogy a Farming Simulator 22-ben is csinálsz sorozatot, remélem MTZ is lesz benne. Egyébként azért nem csinálom Farming Simulator 22-ben sorozatot, mert kevés a mód. Keeper a rankodót, vedd meg a többi, meg földet vásárolj. Jó ötlet. Szia Keeper, nálunk pont MTZ jár, mint a sorozatba. Inzetképp tényleg jobb lenne, ha csak sima lenne, és nem mondaná, hogy mi van a sorskártya, kicsit élmény romboló. Igen, egyébként itt ezt nem tudtam nem lelőni, hogy a jackpotos legyen. Mokánszki Gábor, nincs valakinek 50 terás Winchester, amire ráfér az egész csatorna. Gondolom a törlésről, amikor volt szó. Boton Söves, jó reggelt, Keeper, nagyon jó videó, alig várom a folytatást. De írja, ezt nem a csatlakozást mutatja a boltban, az a hozzáillő eszköz mutatja, de az nem azt jelenti, hogy nem csatlakozik másra is. Ja, értem. Juhász Viktor, az MTZ-n nem A243, hanem D243. Hát ezt mondtam az előbb, hogy egyébként néha jelveztem a fonalat, azt sem tudom, mit beszélek, úgyhogy ezért bocsánatok meg. Lehet, hogy elolvasom, és egész, mit tudom, hogy a következő mondatom egy D-vel kezdődik, és lehet, hogy amiatt mondok D-t. Még nem lehet tudni, hogy mi történik az agyba, érted? Mint amikor egy ilyen, beledugsz egy ilyen merülcentrifugát, vagy minek nevezik azt a... Minek nevezik azt, amelyik ilyen turmix... Botmixert, aztán össze lenne minden így darálva. Szia Keeper, az lenne a kérdésem, hogy miért nem indul az FS19. Na, egy ilyen kérdésre nem lehet válaszolni. Nem ír ki semmit, egyszerűen nem indul. Ez egymillió oka lehet. Ez nem lehet így. Ez nem lehet így. Szia, ez nagyon ütős. Szuper. Szia, két hetedik részben, igen, azt elrontottam, azt többen is írtátok. Igen, igen. Szia, nagyon jó lett a videó, köszönöm. Szia, nem minden párosban van, csak szeres kerék. Igen, azért, mert ezt rosszul írtam, először hetesnek írtam ki. Hello, ismét egy javaslat. Egységáros gépek például minden nem 12 ezer pénz. Egyébként nem is írom át a modoknak az árát valószínűleg, de igen, ahogy mondod, azokat mindig ahhoz viszonyítok, hogyha nagyon olcsó egy gép, mondjuk 1200-ért is ugye van egy MTZ, akkor megnézem a hasonló adottsággal bíró gépeket, és annyit fogom megvenni. Tehát a különbözőt le fogom vonni magamtól. Ja. Salamandra írja, lehetne facecam. Ford ST 220 Enslave. Enslave, bazze! Mi az? Mi az a Ford ST 220 Enslave? Hát ilyen hosszú nevet ne adjál magadnak, az Enslave bőven elég. Tűpopi, de régen jártam erre. Ideje újra néznem a videnyókat. Éppen elgondoltam azon, amikor először láttam a 7 Days to Die videóidat, olyan 3-4 éve, még amikor volt minimap alul. Igen, az tök jó volt, amikor mutatta. Egyébként az mindig visszasírva mutatja a zombikat. Hogy legyen-e, vagy ne legyen ez a csatorna, és akkor nagyon megtetszett a játék, meg az, ahogy játszol, és ahogy állandóan azon jár az ott, hogy hogy legyen, és hogy legyen a bázis, meg hogy legyen bevédbe csapda, meg hogy, meg loot. De a kedvencem a bázis építés és elmélkedős próbálgatásos részek. Tök durva, mert mindig arra gondolok, hogy egyébként, amikor ilyen bázist építünk, azokat nem szeretik az emberek. De aztán úgy látszik, hogy akkor néha igen. MGTS, bakod gyerek!
Taposom ki, igen. Utána felvilágosodtam, de teljesen értelmetlennek tartom, hogy a krumplit ki lehet taposni, amikor olyan stádiumban van, hogy a valóságban is rá tudsz menni a krumpli földre, amikor már megvan érve, le se szarja a krumpli, mert a föld alatt van, ki lehet attól még pörgetni. Ezt egy kicsit nem nagyon értettem, hogy ebben mi a ráció, hogy ebben a játékban meg ugye a krumplit le lehet taposni, ami föld alatt van, és teljesen mindegy, hogy a szárát már letaposod, ha egyszer úgyis el kell távolítani a szárát. Érted? Na. Modról izé. Szemüveg lett a legjobb. Roland Bahn írja. Végre valakinek ugyanolyan az index képe. Mindig. Nem is tudom egyébként ezt az én index képemet, ugye, vagy ezt minek nevezik ezt? Nem index kép, hanem profilképet. Ezt egy csomószor gondoltam, hogy lecserélem, csak ugye már annyira hozzánőtt a csatornához, azért nem cserélem le, és úgy, de nem szeretem, amikor így mindig váltogatják, még Facebookon is, aki mindig váltogatja a profilképet, aztán így nézze, hogy ki a szarva, hogy Rolandnak meg ugye mindig itt van ez a Honda. De azt hiszem másfajta Honda volt egy időben, nem? Más Honda volt, majd a Honda olyan. Na mindegy, fészkem lehet nyugodtan, főleg, ha felhőkarcolt mész kitakarítani majd, de úgy nagyon várom folytatni, hogy miatt nyomtam bele 804 órát ebbe a játékba. Belegondolsz 804 órát belenyomni a játékba, azért, tehát az egy ilyen 5-7. Mint 5 hétig folyamatosan játszanál kb. Nem? Ez nem sok, egy kicsit durva. Belegondolsz. Az életedet eljátszod, érted? 5 hetet. 5 hetet kapnál, amikor azt mondanánk, hogy itt a vég, te meg a belegondolsz, vagy így pörög le az életedbe, hogy úristen, én ott ültem 5 hétig a szemöndei szudája alatt. Jó ötlet, mert halljuk, látjuk, mi a véleményed, és ad egy visszaigazolást arról, hogy mi ötleteket adunk neked. Igen. Ja, az, hogy miért van ez a videó. Ezek szerintem ezek jók. Úgy se nézi meg más, mint aki érdekel ez a dolog. Az meg akkor így tud informálódni. Igen, a Rómeó Szabó is kérdezi, hogy a modokat lesz róla szó. Tixi írja, hogy Harry Keeper ma is hoztad a formát. Ja, és igen, eltalálták, Erdélyben élek. Ja, mert ugye te írtad azt a furcsa szót, nem is tudom mire. És meg bár videó. Igen, János Horváth, köszi. Zsolt Szabó, hello! Bence Cele, Hali Keeper kártyaötlet, segítettél falunap után a polgármesternek rendet rakni, meg segítettél neki zenét szerezni x euró. Hát ez gyakorlatilag az a baj, hogy egy ilyen full így beadok egy x eurót, érted? Hogy valamit kéne érte csinálni, és akkor kapod az x eurót. Az így tök jó lenne. Soskártyaötlet, meghalt a nagypapád, rád, hogy te vonjon át például egy traktor, 20 000 pénz, stb. Nem tudom. Ez megint egyre könnyítjük egyébként a játékot, át fogunk esni a túloldalra. Egyébként jó ötlet Zsolt, csak az a baj, hogy könnyítjük. Kása Zsolt írja egy nap, jó ez a játék, csak azt nem értem, hogy ők kézzel erősebben megütnek, mint a baltával. Ja, elég érdekes egyébként. Hát, ja, később gondolom, amikor már jó cuccaik vannak, de forrasztról van szó, akkor már biztos azért felül kerekedünk rajtunk. Viola Bence, fú, pedig nagyon kell az a homlokrakodó, majd kifolyt a szemem ettől a krumpiszeréstől. Igen, az már egy régebbi rész. Egyébként most már ott vagyunk, ugye, hogy elértük ugye az előző válaszolós videónak a kommentjeit. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen lesznek jó sok ilyen válaszolós videó, mert rengeteget írtak, és akkor itt tudunk válaszolgatni, meg mindig tudunk különböző dolgokat így megbeszélni. Szerintem ez így jó. Ez egy ilyen dolgok lesznek egyébként. Jó van, oké, gyerekek, el is búcsúzom. Baromi hosszú lett valószínűleg ez a videó. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon bízok benne, hogy vett hangot. Mert ha nem, akkor nagyon rácsöztem. Jók legyetek, csácsó, mit sötészta.